interaktív zenei előadást és hangszerbemutatót tartott Pócsmegyeren a világ négy tájáról 60 percben Fejér Simon Pász zenész dalszerző, a nagy sikerű Lengemesség című animációs filmzene szerzője. Az érdeklődők betekintést nyerhettek a különböző népek zenéinek hangszeres világába. Ez nem lesz egy rövid mese. Ki tud itt hosszú mesét végigülni? Na ez egész jó arány. Engem Simonnak hívnak. Titeket is Simonnak hívnak? Belül csodálhattak rá élőben a teljesség igénye nélkül, milyen színes és sokféle földünk zenei kultúrája. Rengeteg érdekes és szokatlan és sokak számára nem ismert hangszert hallhattak megszólalni a gyerekek egy kézből. Találkozhattak az afrikai nyelvdobbal, török sázzal, ír bodrannal, de hallhattak mongol torokéneket, lófejes hegedűt vagy csaktáblából készült cigárbox bluesgitárt. Fejér Simon Pál elmondta, hogy eredetileg bluesgitáros, emellett tanult moldvai csengó népzenét, majd később a brácsázás alapjait is elsajátította. Ahogy telt múlt az idő, egyre több népzenéjével találkozott. A Lengemesség című animációs film zenéjét is ő szerezte, ekkor kezdte el egyszerre használni ezt a sok hangszert, amit Pócsmegyeren is bemutatott. Utána, az egyik ilyen film bemutató után meghívtak, hogy tartsak egy előadást, mutassam meg a hangszereket, és akkor megmutattam, és akkor ott úgy ez beugrott, hogy hát ez, még nem láttam egyszerre a hangszereimet így kiterigetve. És aztán szépen ez így jött magától, és akkor összeraktam ezt az előadást. Először még csak hangszerekről meséltem, de az a gyerekeknek nagyon száraz volt, és akkor végén beletettem egy nagy mesébe, egy ilyen világkörüli utazással. Sokat kutyagoltam. A mongol sztyeppe nagy volt, és teljesen lapos, ameddig a szem ellátott. Nem sokára változott a vidék, dimbes-dombos lett, és elérkeztem a kazahok földjére. A dalszerző azt is elmondta, hogy viszonylag már könnyen megszólalnak a kezében a hangszerek, de azt még távolinak tartja, hogy profiként játszon rajtuk. Csupán arra használja őket előadásában, hogy azoknak a népcsoportoknak a jellegzetességeit bemutassa, akikről éppen szó esik. 15-20 év zenei tapasztalatát sűrítette bele az előadásába. Hát most ugye a Petőfi Kulturális Ügynökség jóvoltából lépek föl nagyon sok helyen az országban, hát nagyon sok helyen és nagyon messzire is, egészen az országhatár peremterületekig, de egyelőre csak belföldön járok ezzel a mesével. A Mississippi zenekarban továbbra is aktív, de ugyanúgy szerez most is filmzenét, foglalkozik hagyományőrzéssel, népi építészettel, bőrműveskedik is. Most forgattunk egy klippet Kiscsőszön éppen, egy afroamerikai rabszolganótának a fordításáról, ez a Berta című dal, ami meg fog jelenni nem sokára. Hát azzal is megyegetünk előre, ahogy tudunk. Közben van még egy nagy zenekarom, egy nagy gyerekzenekar, a Hangdagasztó az a neve, körülbelül 20 fős társaság. Ott pedig középkori zene és magyar névzene alapú ilyen közös zenélés. Ezeket csinálom, vagyok még egy Fabók Mancsi Báb színházánál egy színdarabban a Navratil Andreával, ez egy Szűz Mária misztérium játék, a Menyei Szép Rózsa keresztes Nagy Árpáddal. És hát éppen mindig, ami beesik. Nagyon sokat táncházazom, koncertezem, előadásokat tartok, tanítok. Van 3 gyermekem, meg egy családom. Tuk, szabad, tik, szabad, tik, szabad, tippa. Tuk, szabad, tik, szabad, tuk, szabad, tippa. De ide van, tivit, tippa, tik, szabad, tippa. Tik, szabad, tuk, szabad, tik, szabad, tippa. Ez a kis ágy olyan szép, mint egy háromlábú szék. Szabad, szabad, tik, szabad, tuk, szabad, tippa. Ide verek, oda verek, szakonnak a pulóverek. Tik, szabad, tik, szabad, tuk, szabad, tippa. Tuk, szabad, tik, szabad, tik, szabad, tippa.
kippa. A hangszervándor előadásról szólva még elmondta, hogy a felnőtteknek tartott eddig a legsikeresebbet, de az a tapasztalat, hogyha vegyes korosztály jön, az a legjobb. Mindenki megtalálja a mesében a magának való poént. A gyerekek sokszor a humort nem értik, a felnőttek a mesét már gyerekesnek tartják, de mégis, ha vegyes a közönség, egymást húzzák a szórakozás útján. Változatos, hogy mikor melyik korosztály az, ami a legjobban ezt élvezi, de mondom, van egy ilyen tapasztalásom, már is sok előadást tartottam, hogy volt egyszer egy ilyen előadás, ahol 90%-ban felnőtt emberek voltak, és azok szétszették a házat, nagyon tetszett nekik. Szóval változó. A műsor végén ki is lehetett próbálni a hangszereket a Program a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében valósult meg. Köszönöm szépen!